Cross veszít, hát nem veszített. Nem, na, akkor veszített, irány a másik pálya, a másik tábla. Ahol Josh Payne vezet 8-7-re. Pici táblaigazítás. Közben kiderült, hogy négyféle sört csapolnak, már az előbb láttam ott a háttérben. Ezt is kiszúrtad, hihetetlen, hát tényleg. Szakavatott szem. Igen. A típusára, fajtájára nem jöttem rá, mert elég fókuszált a kép a háttért, ha nézzük. Százmegyen kezd. Lehet, hogy Whitlock is csak felzárkózni tudott. Jön a tripla lent. Hatalmas előnyt sikerült kieszközölnie. Nem jön a tripla Simon Whitlocknak. Kettő 65-re. Nem volt tripla most Paynenek sem, de még van egy kis előnye, amit most próbál ledolgozni Whitlock, de kipattan egy nyila. A szervezők számára az így szerencsésen alakul a dolog, mert így a main stage-en föl tudják állítani végül is. Igen, mire itt befejeződik, addigra már jöhet is a sorsolás. Mindezt csak erről a meccsről be kell vezetni a listába. Itt is van valami kis fennforgás. 98. Na, itt most Payne 110-re. Előkészítheti magának megvan, a győzelmet. 18-as. Megvan, dupla 16. Ó, az nincs meg. Le, de Whitlocknak nincs kiszállója. És így nem is lesz egy hamar. Jaj, de rosszakat dob, te jó ég. Hát ő is legyint rá lemondóan. De nagyon jó a kiszállója eddig Paynenek, legalábbis százalékra. És ezért szidhatja magát Whitlock, hogy elszórakozta az előző kört, mert nincs kiszállón. Ha legalább kiszállóra vitte volna. Nem is jól jönnek. Na most egy tripla végére. Megint nekiáll, odaáll a dupla 16-ot megdobni Payne. Most meg is csinálja. Már megcsinálja. 9-7. 9-7 az állás, és Whitlock kezd. Most jön a tripla. Az fölötte. És egy százas csak Whitlocktól. Hét ötre vezetett Josh Payne, onnan visszajött 7-7-re Whitlock, de most megint elment két leggel Josh Payne, és most már Whitlock innentől nem veszíthet leget, ha nyerni akar. 140. 140. Százas érkezik Josh Payne-től. Csak 82, és nem is kiszálló ráadásul. Ajjaj, még a végén beéri Payne. Igen, egy nagy kerekítővel komoly nyomást helyezhetne Whitlockra. Itt 134-jel például, meg is dobja! Meg is dobja, és 120 Whitlock előtt, meg egy kell, hogy csinálja. Kell a tripla. Nem jön! Nem dobja meg a triplát, 80 pontja van. Ó, és dob egy tripla egyet, 77 marad. Lehet, hogy ez volt az utolsó nyila, amit eldobott a UK Open-en, ez a tripla egy.
Hopp, jaj, kettes. 19 és a Bull nem dobja még meg Josh kap Payne. Lehetőséget, Whitlock. Kis szemüvegállítás, készfújkálás is 77-re, tripla 19, helye 17, sima 17-es dobott. Ez most létfontosságú nyíl. Nem fogja meg a dupla 20-at. Mennyire rossz dobás volt. És akkor két meccs nyila lesz majd Payne-nek. A szektort megdobja. És jön a dupla 8. Elsőre nem. A második és most megvan. És Whitlock is búcsúzik. Payne pedig tovább megy. Jó kis meccset játszottak egyébként. 92,5-ös átlagon fejezte be Simon Whitlock ezt a mérkőzést. Josh Payne is hasonló 90 fölötti átlaggal. 8 közé került Josh Payne. A 25 éves fiatal játékos, és ezzel megvan az utolsó játékos is a 8 között.